Városunkban nagy hagyománya van az asztali tenisz sportnak. A Karcagi Kovács DSE asztali tenisz szakosztály tagjai, versenyzői évek óta remekül szerepelnek a különböző bajnokságokban. Különleges élményben lehetett része a karcagi pingpongosoknak, hiszen most először játszhattak a nemrég átadott Liget úti sport és szabadidő központban kialakított teremben bajnoki mérkőzést. Az Orosháza csapatát látták vendégül az NB3-as meccsen. Sok vándorlás után ez fantasztikus dolog, hogy végre egy ilyen hazára találtunk az új létesítményben. És hát elsőként köszönetet mondok a városi önkormányzatnak, a képviselőtestületnek, ezen belül Szepesi Tibor polgármester úrnak, aki egyébként a szakosztály megalakulása óta, illetve mióta NB3-as csapataink vannak, NB3-as, NB2-es, meg valamikor NB1-es csapataink is voltak, mindig nagyon özetlenül is, teljes mellbedobással támogatja az asztali teniszt, nyilván minden más sportág mellett is. Csornai Csaba hozzátette, hogy azért is fontos számukra, hogy egy állandó helyük van, mert nagyon sok egyéb rendezvényt, megyei bajnokságokat, diákolimpia, megyei döntőjét és sok más egyéb rendezvényt tartanak, szerveznek és fognak rendezni a jövőben is. Most már van egy olyan hely, ahol igen korszerű körülmények között nagyon szép új asztalokkal tudjuk fogadni a vendégeinket. A megyei első osztályú bajnokság, illetve mint jelenleg is az NB3-as bajnokság mérkőzései is természetesen itt lesznek, és ez egy olyan nagyszerű hely, ahova méltán és szívesen várjuk az asztali tenisz iránt érdeklődőket, minden olyan sportszeretőt, akit ez a sportág valamilyen módon megérintett. És hát természetesen itt vannak az edzéseink is, ami megint egy hatalmas dolog, mert nagyon jó körülmények között, és bármelyik évszakban igazán jó felszerelésekkel, jó körülmények között tudunk edzeni. Dobó István, a Karcagi Kovács DSE asztali tenisz szakosztályának vezetője riporterünknek elmondta, hogy ő is szeretné megköszönni Karcagváros vezetésének és Szepesi Tibor polgármester úrnak azt, hogy ilyen modern körülményeket teremtettek a sportág szerelmeseinek. Nagyon hálásak vagyunk ezért a sportcentrumért és ezért a lehetőségért, hogy szinte mondhatom azt, hogy a nap minden percében lehet ebben a helyiségben pingpongozni. Szeretnék egy kicsit tájékoztatni a érdeklődőket arról, hogy ez évben is van egy megye egyes és egy NB3-as csapatunk. Tavaly elég szép eredményeket sikerült a bajnokságon elérni. Az NB3-as csapatunk a nagyon szép ötödik helyen végzett. Célunk jelen pillanatban az, hogy megtartjuk ebben a szezonban is legalább ezt a helyet. Ez az új létesítmény lehetőséget ad arra is, hogy hosszú idő után végre utánpótlással is tudjunk foglalkozni. Sikerült 2 darab edzői képesítéssel rendelkező sporttársat úgymond bevonni a munkába. Hát az egyik az személy szerint én vagyok, a második pedig Palotai János. Jelen pillanatban 8-10 gyerekkel foglalkozunk, hétfőn és szerdánként vannak gyerekedzések. Izgalmas és szórakoztató mérkőzésen mérte össze tudását a két csapat. Kitűnő játékkal avatták fel tehát az új létesítményt a Karcagi Kovács DSE asztali tenisz szakosztály tagjai.